Szeptember 7-én a Rákos keresztúron található régi piac előtt tartott sajtótájékoztató dr. Fenke Ferenc, Rákos mente 4-es számú választó körzetének önkormányzati képviselője, aki az elmúlt 5 év legfontosabb helyszíntű beruházásait összegezte. Horváth Tamás alpolgármester, a 17. kerület Fidesz-KDNP polgármester jelöltje az elmúlt ciklus, illetve a következő évek legfontosabb fejlesztéseiről beszélt. A Fidesz-KDNP önkormányzati képviselő jelöltjei népszerűsítették választási programjukat, illetve gyűjtöttek támogató aláírásokat a Rákoskeresztúron található régi piac előtt. Az eseményen dr. Fenke Ferenc önkormányzati képviselő a 4-es számú választó körzetben az elmúlt 5 esztendő alatt kivitelezett leghangsúlyosabb fejlesztéseket értékelte. Kiemelte, hogy a kerület részben 2014 óta számtalan beruházás valósult meg. Ezek között is kulcsfontosságú a Ferihegyi úti szakrendelő felújítása, amelynek munkálataira a helyhatóság egy 250 millió forintos beruházás keretében pályázott. Nem tulajdonosa és nem működtetője a járóbeteg szakellátásnak. Ennek ellenére fontosnak tartotta az önkormányzat, hogy a járóbeteg szakellátás fejlesztésével, a szakrendelő karbantartásával a színvonalat a lehetőségeihez mérten növelje. Természetesen itt nem áll meg a folyamat, mert a komplett felújítás, a rehabilitáció, a struktúraváltás az még további milliárdokat követel. Ezeket a terveket már az államtitkárság asztalára lehelyeztük és várjuk a választ. A másik komoly eredmény a 4-es szám választói körzetnek az a Ferihegyi út 97-103 előtti rombusz alakú parka, a laborszobor környékének a teljes rehabilitáció, ugyanis nagyon rossz állapotban volt úgy a járófelület, mint a kert rész, a zöld felület, és igazán méltánytalan volt ahhoz a szoborhoz, amely a tér közepén található, méltánytalan volt a tértől északra lévő gyönyörű főtér állapotához képest, úgyhogy hál' Istennek sikerült nagyon szépen megcsinálni azt a területet. Dr. Fenke Ferenc hozzátette, a tömbházak közötti előkertek folyamatos karbantartása, továbbá a 10 emeletes házak fűtéskorszerűsítése is megvalósult, valamint folyamatban van a Ferihegyi út 76 szám alatt lévő épület homlokzatának szigetelése. A képviselő hozzátette, a jövőben tovább kívánják fejleszteni a piacnál található új lakótömb körüli területet, illetve az ottani panelházak közötti járdák teljes javítása is megvalósulhat. Az eseményen jelen volt Horváth Tamás alpolgármester, Rákosmente polgármester jelöltje, aki kitért rá, hogy az elmúlt ciklus zászlós hajója az egészségügy volt. Ennek keretében Rákosmente összes háziorvosi rendelője megújult. Továbbá a közeljövőben a Csongrád utcában egy új háziorvosi rendelő is létesül a helyhatóság saját beruházásában. Másik nagy feladatunk az az STK, a régi STK épületének a teljes felújítása, karbantartása és bővítése. Ez jelenleg folyamatban van, a tervek már elkészültek, jelenleg a forrás igény szükségletének a megszerzése a célunk, ez van folyamatban. Bízom abban, hogy a következő ciklusban ezt meg is tudjuk valósítani. Horváth Tamás ezen felül arra a nagyszabású projektre is emlékeztetett, amelynek köszönhetően az idei évben a piac régi árusító sora is modern, rendezett arculatot kapott. A piac épületen kívüli új árusító sornak a teljes felújítása megtörtént az idei évben. Látható, hogy sokkal szebb és sokkal kulturáltabban tudunk most már tudjuk kiszolgálni a vevőinket. Ráadásul plusz 16 helyjel bővült a parkolóhely szám is, hiszen amint látják, teljesen új parkoló van. Felújítottuk a Kaszáló utcát is ezzel a beruházással egyetemben. A városvezető a következő ciklusban az új lakószoda jelenleg tapasztalatú leterheltségét az épület bővítésével orvosolná. Rákosmentének szüksége van most már egy nagyobb oszodára, hiszen olyan szinten leterhelt az oszoda, hogy
nem félnek el az emberek, hogy az úszási oktatás nagyon kiemelt lett az iskoláknál, és az iskolák nagy részt lefoglalják a szabad kapacitásokat, ezért muszáj, hogy bővítsük nem csak az úszodát magát, mint medencét és épületet, hanem strandot is szeretnénk létrehozni a jövőben. Horváth Tamás hangsúlyozta, megválasztása esetén a helyi közlekedési infrastruktúra további fejlesztésére is gondot fordítana. A 2-es metró a Gödöllői hév összekötésével közvetlenül 320 ezer érintett lakónak javít a helyzetén. Rendezés radikálisan növeli a közösségi közlekedés kapacitásait, így számtalan buszjárat kiváltható általa. A polgármester úrnak eltökélt szándéka volt az, hogy a 2-es metró Gödöllői hév összekötése, mert egy időben egy úgynevezett rákos keresztúri szárnyvonal is kiépüljön, amelynek a végállomása a kerület központban lenne. Ennek jelenleg az engedélyezési terveknek az engedélyezési folyamata van most már a terveknek, és sőt az elvi típus engedély már meg is van a járműre, hiszen ugye a hév és a metrót kell összekötni, tehát más üzemben működnek, ehhez már az elvi típus engedélyt is meg tudta szerezni ez a projekt. Úgyhogy bízunk abban, hogy a következő 5 évben ez ügyben is jelentős eredményeket tudunk majd elérni. A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje kitért arra is, hogy a zöld felületek arányának jelentős növelésével megszépült a Rákoskeresztúri főtér. A virágszigeteket bővítettük, a fákat kicseréltük, új fákat ültettünk, valamint a szökőkutat is felújítottuk, egy teljesen más jellegű vízjáték került kihelyezésre. Horváth Tamás a 17. kerületet érintő zajterhelés problematikájával kapcsolatban elmondta, a legfelsőbb szintű ítélkezésért felelős kúria úgy döntött, hogy a korábbiak során szabálytalanul létrehozott zajgátló védővezet ügyét újra kell tárgyalni, így ez a jövőben ismét a bíróság elé kerül. Rákosmente önkormányzatának kezdeményezésére augusztus hónapban megkezdődött továbbá a levegő minőségének ellenőrzése a légiforgalommal leginkább érintett lakóhelyi környezetben.